Üdvözlöm Önöket, ez itt a Kultúrszoba. Évszázados hagyomány, hogy július utolsó vasárnapján egyházi búcsút tartanak Dombóvár szőlőhegyen található Szent Anna kápolnánál. A hagyomány szerint egy csősznek jelentít meg Szűz Mária édesanyja, Szent Anna, azóta pedig ez a terület búcsújáró helynek számít. Idén a környékbeliek összefogásának köszönhetően egy szabadtéri oltárt is fel tudtak avatni a helyiek. Harangszó hívta a helyieket és a környékbelieket misére a Dombóvár szőlőhegyen található Szent Anna kápolnához július utolsó vasárnapján. A kegyhely és az előtte található parcella több száz éve számít búcsújáró helynek. A legenda szerint az itt található forrásnál egy csősznek jelent meg Szent Anna, Szűz Mária szülőanyja, amint egy kisgyermeket mosdatott. Ez a gyermek nyilván az ő gyermeke Szűz Mária volt, és mivel ennek elterjedt hamar a híre itt a környéken, attól kezdve, mint egy zarándok helyre, ide zarándokoltak az emberek, hogy imádkozzanak, kérjék Szent Anna közbenjárását, és ahogy ennek az illetőnek meghagyta, hogy engeszteljék Istent azokért a bűnökért, amelyekkel az emberek megbántják őt és a boldogságos Szűz Máriát. A területen a 19. század elején építettek a helyiek először egy kiskápolnát, ami viszont hamarosan szűkösnek bizonyult az azt rendszeresen felkereső zarándokok egyre növekvő száma miatt. Ezért 1870-ben újraépítkezés kezdődött itt, aminek az eredménye a most is itt álló apró kegyhely. Azon túl, hogy máskor is vannak itt szentmisék, minden évben így július végén Szent Anna, Szent Joakim és Anna, az Úr Jézus nagyszüleinek ünnepéhez kapcsolódva megtartjuk a búcsút, a búcsai ünnepi szentmisét. A kápolna 1870-es megépítését követően a következő években, évtizedekben újabb és újabb fejlesztések következtek. Ezek eredményeként 1912-ben elkészült a ma is látható torony a tetőszerkezet felett, amibe az azóta is használatban levő harang is bekerült. A terület megújítása aztán évtizedekkel később, 1998-ban a környéken élők összefogásának köszönhetően kezdődött el. Itt a környéken a kápolna körül több kis oltár is van, többek között az az oltár, amely magát Szent Annát, a kápolna névadóját ábrázolja. A 2005-ben a búcsúra elkészült Szent Annát és Szűz Máriát ábrázoló oltár átadás előtt nem sokkal a kápolna teljesen megújult kívül és belül is. Rögtön a helyreállítások megkezdésekor a kegyhely belső terében található olajfestményt restauráltatták a helyiek, és egy német stílusú fakereszt is került az oltár előtti területre. A fejlesztések pedig a legutóbbi szentmise után is látványosan folytatódtak. A búcsú részeként egy közösségi összefogással megépített szabadtéri oltárt is megáldott a helyi plébános. A kegyhelyet Dombóvár szőlőhegyen élők és környékbeli civilek, valamint adakozó vállalkozók építették. Ez a most újonnan elkészült oltár egy passaui oltárnak a mintájára, amelyet leromboltak sajnos, annak a mintájára készült, és a feltámadt Jézus szobra áll a középpontjában. Jézus feltámadása a megváltó végső győzelmét jelenti a bűn és a halál felett. Ez az, ami hitünknek és reményünknek a tárgya, és azt hiszem, hogy valamiféleképpen szimbolikusan Jézus feltámadásának ez a kis oltára, ez a feltámadt Jézus oltár, ez jelképezi azt is, hogy ha hozzá hűségesek vagyunk, és követjük őt, és hűségesen őrizzük a keresztény hit értékeit, úgy erkölcsi, mint szellemi értelemben, akkor vele együtt mi is győzhetünk. Ennek az eredetije, hogy itt elhangzott a misén is, ez Passauban van, ahol nagyon gyakran kijárunk, a lányom ott dolgozik, hiszen 8 éve már ott van. Ennél egy lényegesen nagyobb, de tulajdonképpen ezt kifejező kegyhely van, amit 1700-as években állítottak föl tudomásom szerint, és ahányszor elmentem el, akkor eszembe jutott a mi kis kápolnánk, így gond a szőlőhegyiek, vagy a mi kis kápolnánk, hogy ezt meg kéne valósítani, ezt a nagyon szép kegyhelyet itt is. Varga Stadler Gábor az oltár megépítésének ötletgazdája aztán hamar a tettek mezejére lépett. Lehetséges támogatókat és mesterembereket keresett fel.
megkerestem ismerősöket, barátokat, kik vennének ebben részt. Hát ahogyan láttátok, és hogy elhangzott is, nagyon sokan csatlakoztak ehhez, ami nagy örömmel szólt, hiszen nélkülük nem lehetett volna megvalósítani. Sajnálatos az, hogy ennek az eredetiét egy jó másfél éve passzóba fölgyújtották. Lehet mondani, hogy talán az utolsó képet én csináltam róla, annak a célja, hogy ezt itt megvalósítjuk. Természetesen ezt lekicsinyítve, arányosítva csináltuk meg az ottanihoz képest. Ez Sebrek Csaba építész barátomnak a tervei alapján készült. És hát nagy sietséggel, de mindenki pozitív hozzáállásával ez volt a cél, hogy itt a búcsúi szentmisére készüljön el, és hát sikerült is, és el is készült. Az, hogy az itt élő közösség tagjai 1998 óta, vagyis már több mint két évtizede folyamatosan azon dolgoznak, hogy szebbé tegyék a kápolnát és annak környezetét, nem véletlen. A terület ugyanis generációk óta fontos szerepet tölt be a dombóvárszőlőhegyi családok életében. A dombóvár szőlőhegyi emberek nem szeretik ezt a Szent Anna kápolnát, de nyugodtan mondhatom azt, hogy a dombóváriak is, és a környezetben lévők is. Ugye tudni kell, hogy gyakorlatilag három megye határán vagyunk. Ez egy nagyon-nagyon régi zarándokhely, ez a Szent Anna kápolna, és még a nagyanyámtól hallottam annak idején, hogy hogyan jöttek Szekérrel, Somogyból, Baranyából, természetesen itt Tolnából a környezetből, és mindig próbáltunk valamit szépíteni, csinálni rajta itt a helyi közösséggel. Így lehetett az, hogy 2005-ben, ez a 4-ben pontosabban, 2004-ben iszonyú lepukkadt állapotban, leromlott állapotban volt a kápolna, akkor is egy ilyen nagy összefogással teljesen sikerült megújítani ezt a kápolnát, és azóta mindig valami apróságot teszünk hozzá. Ugye a folyamatos karbantartás ilyen idős épületnél ez létszükséglet. Nagyon szeretik ezt az emberek, ezt a helyet. Rendkívül különös hangulata van, a forrásnak gyógyhatást tulajdonítanak, nagyon sokan viszik ezt a vizet. Egyébként annyira megerősítik, hogy ilyen gyomor és egyéb bántalmakra nagyon jó, hogy hát gyakorlatilag mindenki ebben hisz. És nagyon szép ez a kegyhely, bármilyen évszakban, de mondjuk én nyarat szeretem, de annak ellenére a legszebb télen, amikor ilyen svábosan, németesen kidíszítjük, ahogy ott kint szokás, és minden szent este, bizonyában évfélkor, ami a tisztelendőrök elfoglaltsága miatt 18 órát jelent, akkor van itt az évféli szentmise, csodálatos hangulata. Ha még kis hó is van hozzá, akkor egyszerűen pazar. Tehát a helynek van egy olyan kisugárzása, ami valahogy megfogja az embereket, ahogy minket is. Hagyományos aratóversenyt rendeztek Sióagárdon. Öt csapat tagjai mérték össze tudásukat, volt, aki kaszával, mások pedig sallóval dolgoztak. A település polgármestere szerint, bár a nevében versenyről volt szó, a program mégis inkább a barátságok megerősítéséről szól már évek óta. Kalapból húzták ki a csapatok vezetői a parcelláik sorszámát, ezeket kellett a legrövidebb idő alatt learatniuk. A leányvári pincesorról ezután a régi korokat idéző felvonuláson indultak a szántóföld felé. Nem sokkal később pedig már mindenki az aratáson dolgozott. A kaszálók mögött a kévét, vagyis a levágott szárakat kötözték csomóba az asszonyok, és mindenki igyekezett a leggyorsabban haladni. A zsűri viszont nem csak ez alapján pontozott. Az aratóversenyen nézzük egyrészt a tarló magasságát, az egyenletességét, hogy van levágva. Aztán nagyon fontos a tarló tisztasága, ugye, hogy gyűjtjük össze a lekaszált búzaszálakat. Nagyon fontos ugye a kévék minősége, és még amit fogunk nézni, hogy a gyorsaságot. Idén összesen öt csapat mérte össze a tudását. Közülük voltak, akik rendszeresen indulnak hagyományőrző aratóversenyeken. A Rába közből érkezett vendégek is rutinosnak számítottak. Mi még aratunk, igaz, hogy csak ilyen bemutató jelleggel, de a fiatalok ugyanúgy tudják nálunk ezt, mint az idősebbek. Arrafele is nagyon sok az aratnivaló, és járunk rendszeresen fesztiválokra, úgyhogy ezt a két-három hetet ezt elég aktívan töltjük Rába közben. Néptáncosok vagyunk, és a Sióagárdi csoporttal már régóta jó kapcsolatot ápolunk. A Muharai Szövetség tagjai vagyunk, a Hagyományőrző Szövetség tagjai vagyunk mind a ketten. Több továbbképzésen, több fellépésen találkoztunk már, és meghívtak ide bennünket aratni, meg fellépni majd délután.
nagyon gyerek voltam, még én is, és próbáltam végül is, ilyen 12-13 éves voltam árpát, de így konkrétan akkor nem köttük még kévében, mit tudom, csak hogy a kombányba lett berakva. Az aratás tekintve, bár a kaszálás kifejezetten férfi munka volt, azért az asszonyok is kivették a részüket a napi rutinból. A marokszedés, hát az nyilvánvaló, és hát italt vittek, főszolgálták az innivalót, hogyha szomjas volt a csapat, meg hát a reggelit biztosították. A szintén vendég bogyiszlói csapat tagja is igazán rutinosnak számítottak már, ami a kézi aratást illeti. Olyan 10 éve körül csináljuk ezt az aratót. Péter már régen, igen. Akkor Bogyiszlón, Törökfaluban, voltunk még egyszer, kétszer voltunk Bátaszéken, hol is, máshol, ja, Sükösdön. Igen. Abszolút rutinos, csak azt lehet. Hát, én csak ilyen, mert rutinosak lettünk, igen. Ennek sok titka van, egy az, hogy hogyan kaszál az illető, marokszedők, kévekötők, hogy tudnak dolgozni. Összeszokott, de hát igazából annyira most nem olyan összeszokott a csapat, mert változik. Van, aki ráír, van, aki nem. Az arató versenyre való nevezés, ez most meghívásos alapon történt. Ugye korábbi években szerveztünk már arató versenyt, onnan próbáltuk a régebbi kapcsolatokat felhasználni, illetve az ismeretségi körünkben, mint a Hagyományőrző Egyesület, akikkel együtt szokott fellépni, vagy találkozik, összejár, Bogyiszló, Ülcsény, Vitnyéd, ők Rába közből érkeztek, a Muharai Szövetségnek vagyunk mindannyian a tagjai, és hát így ápoljuk a baráti kapcsolatokat, akár egy aratóverseny keretén belül is. Az arató csapatok ugye 4 főből állnak, van egy kaszás, általában az egy férfi szerep, tehát egy férfi a kaszálnak, illetve van egy kaszás, ő kaszál, utána megy a kévekötő, ő egy nő szokott lenni, tehát ő a kévekötő, aki összeszedi, a marokszedő, aki összeszedi ugye a búzát, amit rá kell tenni a kötélre, amit a kötél terítő ugye leterít, szintén egy női szerep, és a végén jön egy férfiú, aki össze fogja kötni, és a végén ezt összefogják a kévéket. Siolgárdon már hagyomány, hogy nyáron aratóversenyt rendeznek. A település polgármestere azt mondja, bár a nevében versenyről van szó, a program mégis inkább a barátságok megerősítéséről szól. Természetesen a napnak az a legfontosabb dolga, hogy a jó kedv és ugye a hagyományoknak minél jobban a propagálása, és azt, hogy örömmel köszöntünk szerintem mindenkit itt Leányvárba, szokás szerint a mi büszkeségünkbe, és ez mellé a hagyományőrzés és a bor, a pincefalu, ez szerintem egy tökéletes program arra, hogy egy kellemes napot eltöltsenek. Az arató verseny után a házigazdák és a vendégek hagyományőrző műsorokkal szórakoztatták egymást. Kétnapossá vált az idei kismányoki falunap. Ezt indokolta az a kismányoki viszonylatban valóban nem mindennapi két kiállítás, ami már pénteken megnyílott. Itt a fotókon és a képeken is visszaköszön a kis település az ide valamilyen módon kötődő kiállítók jóvoltából, illetve hazatértével. A másnapi közönség szórakoztató színpados programok is mennyiségében és minőségében is meghaladták az elmúlt 2 évtizedben megszokottakat. Azt mondják, hogy egy művésznek az otthona is adhatja a legnagyobb ihletet, és minden művész máshogy dolgozza fel ezt. Ki úgy, hogy szülőfaluja megjelenik a műveiben, ki pedig úgy, hogy az alkotásében ténylegesen nem lehet felfedezni a települést, de az alkotó személye mégis kötődik hozzá. A 20. kismányoki falunap első igazi programja a helyi művészek kiállítása volt. Az egyik kiállító Nyárádi Adrián fotóit mutatta be az érdeklődőknek. A fotós azt mondja, hogy amióta gépet ragadott a kezébe, önmagát keresi, és a kismányoki művelődési házban kiállított képe is ezt az érzést sugallják. Számomra ez egy ilyen mentális párbeszéd önmagammal. Nagyon szeretem a letisztult, minimalista
fotókat, úgyhogy e felé fordulok, és mint ahogy már mondtam is, egy mentális párbeszéd, keresem önmagamat, és úgy gondolom, hogy a fotózás az közelebb hoz. Hozzám a portréfotózással legközelebb. Úgy érzem, hogy az emberek fotózása segít abban, hogy önmagamhoz közelebb kerüljek. Egy eklektikus anyagot válogattam, olyan fotók is megjelentek ma itt, amelyeket itthon készítettem én, és itt kezdtem el fotózni, így hát ezer szállal kötődöm. A fotó sokat köszönhet kismányoknak, így nem véletlen az sem, hogy képeiben visszaköszönnek azok az impulzusok, helyek, vagy éppen egy-egy kiragadott történet, ami kismányokhoz köti. Talán a mentalitás, amit itt kaptam a szüleimtől, és ahogy más családoktól is látom, ahogy élnek, talán ez elágazások, ugye a kiállítás címe. Mindenképpen azt gondolom, hogy ebben benne van az, hogy mindenki éli a saját életét, és időnként elvágyódik, és ezerfele élünk, de hogy mindig van egy pont, ahova vissza lehet kapcsolódni. Másik kiállító egy teljesen más művészeti ágat képviselt. Bodzsási Piroska képei különösen nem köthetők kismányokhoz, csak annyiban, hogy ő festette azokat, mégis örül, hogy megmutathatja a község lakóinak művészetét. A stílusom még kialakulóban van. Egyedül, amihez úgy gondolom, hogy nem fogok változtatni, az akril. Akril vászonra, speciális papírra dolgozom, és a témáim az mindig változó. Ez a 6 kép azonos témát akart feldolgozni, hogy egy egységként tudjam bemutatni. A falunapokat megnyitó kiállítás kismányok polgármesterének is több nem várt meglepetéssel szolgált. Nem is gondoltam volna, hogy ebben a faluban ilyen értékek is rejlenek, mint amit tegnap láttunk ezen a kiállításon. Ugye amatőr kiállításról volt szó, egy amatőr festő, egy amatőr fényképész, egy amatőr grafikus művész. Nagyon meglepődtem rajta, megmondom őszintén, de viszont nagyon örültem neki. Örültem neki, hogy ezek a rejtett kincsek előjöttek, és ezt a falu lakosságának meg tudtuk mutatni. Az idei falunap éppen a kiállítás miatt is, egyébként egy 3-as jubileum okán a megszokottól is nagyobb, látványosabb és tartalmasabb volt. 300 éves a falu, 300 éve van bejegyezve, és 30 éves a római katolikus nagyboldogasszony, amit a helybeli hívek építettek, és 20 éve alakult október 15-én az egyesületünk. Ezt ünnepeljük most így mind együtt. Remek kilátással, nagyszerű természeti környezetben az Atlantis zenekar által eljátszott örökzöld slágerek, ismert dallamok adták meg az alaphangulatot a másnapi szórakozáshoz, a populáris programokhoz. A folklort a helyi, környékbeli táncsoportok, énekkarok szolgáltatták. Ennek fénypontja volt az a 2 évvel ezelőtt Kosnás Árpád által létrehozott kismányoki apró népek táncsoport, amelynek bizony küldetése van. Autentikusságában ugyanis visszanyúlik, nem csak a székelységhez, hanem Bukovinához egyenesen, és ebből egy jobbtányit sem enged, és mindezt a gyerekekkel éri el a koreográfus. A táncsoport létét sokan üdvözölték, és garantált siker övezi szinte minden fellépésüket. A helyi bukovinai székelységnek a felkarolása és a lehetőség annak, hogy ezt a hagyományt tudják éltetni, erre volt igény, van is igény, és bízom benne, hogy ez hosszú távon fog működni. Ugye a nagymányokon ott vannak az erős vábkötődés, mi a székelyvonalat visszük úgymond. Én személyesen és a kismányoknak része is Isten segítsi kötődésű, de úgy érzem, hogy a bukovinai székely kultúrát úgy teljesen egészében nézzük énekkel, tánccal, szokásokkal, gyermekjátékokkal, hiszen azzal kezdtük a munkát itt ezelőtt 2 esztendővel. Egy kis népdalra épülő kis táncösszegzást, illetve az egyik legjellemző, bukovinai székelyek leginkább jellemző táncból, a silladriból egy koreográfiát állítottunk össze. Számodra nagyon fontos az autentikusság, és ezt te minden koreográfiáddal, minden fellépőddel tulajdonképpen közvetített felénk, ebből nem engedsz, tehát itt nem lehet eltérni.
Én úgy érzem, hogy egy kicsit el lehet térni, hiszen vannak olyan tematikus táncaink is, amikor különböző érzéseket közvetítünk, különböző gondolatokat, nem kimondottan az autentikus táncokat, és ez ma is így lesz, hiszen a Sílad összeállításunk egy, a Bartina zenekarnak egy nagyon érdekes összeállítása, különböző hangszerekkel megszólaltatva ezt a csodálatos muzsikát, és ahogy fölépül egy fuvola kezdéssel, egy okarinán keresztül, egy teljes vonós hangzásig minden megjelenik ebben az összeállításban. Nem tudunk fölmutatni táncegyüttes, vagy legalábbis eddig nem tudtunk. Nagy örömünkre szolgál, hogy a kismányoki apró népek hagyományőrzéssel kezdett el foglalkozni. Kosnás Árpád, aki tanítja őket, és nagyon örül a szívünk, mert mivel német és székely lakosa van a falunak, mindig igyekszünk, hogy legyen németajkú, vagy ének, vagy tánc műsor, és legyen székely. És most már a mi picieink olyan ügyesek, hogy műsort is tudnak adni egy jó pár éve. Fesztivál jelleget öltött egy élni, itt élni akaró kistelepülés falunapja, amelyen az együtt ünnepelők száma háromszorosa és négyszerese volt már a délutáni órákban kismányok összlélek számán. Mint megtudtuk, a településen egyfajta jövőkép is tetten érhető a fesztiválmentes hétköznapokon is. Az üres lakások kezdenek megtöltődni, tehát azt jelenti, hogy nagyon sokan töltöznek ideki vidékre. Lehet, hogy ez betudható a soknak egyrészt, másrészt pedig úgy látom, hogy, hogy talán hogy az embereknek egy nagy része megmondta már ezt a városi légkört, és igyekszik faluhelyre költözni. Ez tetten érhető arra is, hogy az óvodát is fejleszteni kell, mert születnek gyerekek? Én nagyon optimista vagyok ezzel kapcsolatosan. Az óvodánkat igaz, hogy már 2 éve szüneteltetjük, de most, hogy körülnézek, ugye egyre több olyan fiatalasszonyt látok, aki ugye terhes, tehát babát vár, és én azt gondolom, hogy 1-2 éven belül szinte 100%-os a kismányoki óvoda továbbra is üzemelni fel. Ez nagyon nagy szívem csücskét képezi egyébként, hogy ez a falu végre egyszer újra üzemeljen, mert megmondom őszintén, a legnagyobb bánatomra kellett ezt szüneteltetni már 2 évvel ezelőtt. A nagymányokkal valóban jó viszony, a múltban nem teljesen így volt, kölcsönös előnyökön alapuló együttműködés is a jelekből ítélve viszi, tolja előre kismányok szekerét. Ennyi volt mára a Kultúrszoba, viszontlátásra!